A Kiskunsági Nemzeti Park melletti Dunaegyházán megtalálták a hírhedt betyárvezér, Rózsa Sándor elveszettnek itt veretes ládáját. A népszerű Goldenburg burgonyát termesztő dunaegyházi haladás területén az őszi betakarítás közben az egyik munkagép kifordított egy láncokkal és vaspántokkal biztosított veretes ládát, melynek származásáról a történészek közt még folyik a találgatás. Apró pénzérméket, fémtárgyakat, evőeszközöket nagyon sűrűn találunk burgonya betakarítás során, de ilyen nagyméretű kincset még nem találtunk. Az alig kiolvasható feliratozás és az évszám alapján felmerült Rózsa Sándor, a híres alföldi betyárlegenda neve, aki a magyar szabadságharc idején volt a legaktívabb. 1848-ban Rózsa Sándor Kossuth Lajostól amnesztiát kapott, azzal a feltétellel, hogy a magyar csapatok védelmében rajtaütésszerű támadásokat indít az osztrákok ellen. Abban az időben a legbiztonságosabb védelmi megoldás az volt, hogy a rablott javakat, pénzt, ilyesmit egészen egyszerűen elásták. Feltehetően ilyen elásott zsákmány a dunaegyházi veretes láda. A betyárfejedelem az 1848-49-es szabadságharcban több mint 40 ezer ezüstallért rabolt, mely azóta sem került elő. Magyarország legnagyobb burgonya termelője, a dunaegyházi Goldenburg úgy döntött, hogy Rózsa Sándor veretes ládáját saját weboldalán teszi megtekintetővé a nagy közönség számára. Rózsa Sándor veretes ládája és annak története megtekintető a goldenburg.hu/Rózsa Sándor oldalon.